15-20 fő önkéntessel végzi segítő tevékenységét a dombovári Caritas. A közösség a város területén dolgozik, munkájukat az odaadás, a szociálisan rászoruló családok anyagi és lelki segítése jellemzi. Ugye alaptevékenységünk az az adományozás, a hozzánk forduló, bajba jutott, segítséget kérő embereknek adunk tartós élelmiszercsomaggal tudunk segíteni, ruhaadománnyal tudunk segíteni, téli időszakban tűzifával tudunk segíteni, gyerekruhával, pelenkával, gyógyszerrel segítünk, és nem utolsó sorban lelki támaszt nyújtunk, mert tudni kell, hogy sok esetben a Caritas az utolsó szalmaszál ezeknek az embereknek az életében, ahol segítséget kapnak. Pelenka adományt tudunk adni több családnak fél évre elegendőt, ami egy nagyon nagy segítség, főleg ahol sok kisgyerek van. Zöld előkertek program keretében vetőmagot osztunk ki rászoruló családoknak. Aztán van a Szép Otthon, illetve az Akarom című program. Ez a kettő, azt gondolom, hogy a Caritasnak ez a jövője, ez a két program, mert ez arról szól, hogy kivezetni, segíteni a kezét fogva a helyzetéből egy magasabb szintre tudjon jutni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem halat adunk, hanem horgászni megtanítjuk, és együtt horgászunk egy darabig. És erre már volt szép példa a múltban, hogy olyan család, aki tényleg mélyen voltak, és ki tudtak emelkedni, és most már látszik, hogy akarnak. Megtanulták azt, hogy tudnak is tenni magukért, és akarnak is. Én ebben látom itt a helyi csoportnak a fejlődési lehetőségét is, és ehhez keresünk majd még önkénteseket. A csoport büszke rendszeres éves programjaira, így például a nagy egyházi ünnepekhez kapcsolódó játszóházra, vagy a nyári táboraikra. Hát erre nagyon büszkék vagyunk a táborunkra, már tíz éves múltra tekint vissza a Caritas tábor, kétszer egyhetes turnusban 40-40 gyereket szoktunk táboroztatni. Ez egy példaértékű önkéntes összefogás, ami itt megvalósul a táborunkban. Pedagógusok jönnek önként, ifjúsági segítők, a helyi antiókiás közösség tagjai jönnek segíteni a táborba, hitoktatók jönnek, helyi cégek, vállalkozók fölajánlásaiból valósulnak meg a programok, és tényleg minden napra más-más színes változatos programot tudunk a gyerekeknek adni, háromszor étkezést tudunk adni. És az a szép, hogy minden nap azért van egy lelki része is a tábornak, amikor egy picit a szeretetről, a Caritas lelkiségéről beszélgetünk velük. És a tábor záró az mindig a templomban van, és oda mindig várjuk a szülőket is. A folyamatos segélyezésen túl kampányszerűen is szoktunk nagyobb volumenben adományokat adni, nevezetesen húsvétkor és karácsonykor. Húsvétkor 50, karácsonykor 100 családot szoktunk szeretett vendégségre meghívni, ami azt jelenti, hogy kis műsor van, kis uzsonna van, a gyerekeknek játék van, és ilyenkor a tartós élelmiszer csomagon túl adunk ruhát, adunk játékokat a gyerekeknek, ajándéktárgyakat, édességet, kicsit bővebben, hogy az ünnepet át tudják ők is jobban élni. Talán így az eddig elmondottakból már picit látszik, hogy ugye a csoporton belül sokféle tevékenység van, és kisebb csoportjaink vannak, ki mibe vesz részt, ami éppen neki legjobban szimpatikus, ahol ott tud lenni szívvel, lélekkel. És van egy kisebb csoportunk, akik játszóházat szerveznek rendszeresen a rászoruló gyerekeknek, alkalmakhoz kötődően farsangi, húsvéti, mikulás játszóház, ami szintén nagyon népszerű, és erre tényleg büszkék vagyunk, ez a Jézus gyermekei játszóház. Hogy az önkéntesek is újból erőt merítsenek munkájukhoz, időszakonként lelki képzésen vehetnek részt. Évente két alkalommal kerül sor a helyi Caritas önkéntesei részére, de mások is bekapcsolódhatnak, tehát nyitottak vagyunk. Egy lelki gyakorlat jellegű, inkább úgy mondanám, hogy lelki képzésre. Ez egy egésznapos program szokott lenni, amikor különféle előadásokat hallgatnak meg a jelenlévők, és itt ezek által, az előadások által hát egy kis lelki megerősítést kapnak ahhoz a szolgálathoz, amit végeznek, és bizonyos értelemben azért szociális ismereteket is, vagy egyéb ismeretek is társulnak ehhez a képzések során. Az országos példát követve itt helyben a dombovári Caritas közösség életében is megalapítottuk a Szent Erzsébet rózsája elismerést, díjat, amit minden évben döntés előzi meg, és minden évben olyas valakinek adunk át, aki kiemelkedő lelkesedésével, szolgálatával segítette a katolikus Caritas helyi működését.
Ez egy ünnepi szentmise keretében szokott történni, ugye Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódik a díjátadás, és maga az ünnepi szentmise is, amelyen nagyon sokan vesznek részt. Olyanok is, akik nem önkéntesei a Karitásznak, de például imádságukkal, vagy éppen adományaikkal, ugye a hívek közössége támogatják a Karitász szolgálatát, segítik. A díjátadót pedig mindig követi egy szeretett vendégség, amit egy helyi vállalkozó felajánlásának köszönhetünk, ahol együtt lehetünk még, és ott folytathatjuk az ünneplést, ami szintén egy kicsit közösség kovácsoló erővel bír. A Karitász közösséget a Dombóvári Plébánia honlapján, saját közösségi oldalukon lehet elérni. Új dombovári raktáruk minden hónap első és harmadik kedjén délután tart nyitva.